Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. László Ágnes vagyok, a Kossuth Kiadó kommunikációs vezetője. Az Örkény István könyvesboltban vagyunk, és annak is a Kultiris galériájában. És nagy-nagy öröm számunkra, hogy a mai nappal megnyithatjuk Móricz Simon kiállítását. Bizonyára tudják, hogy elég rég ismerjük egymást Simivel, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ez a kiállítás itt megvalósulhatott, és örülök annak is, hogy ennyien megtisztelték jelenlétükkel ezt a kiállítást megnyitott. Gondolom, te is boldog és büszke vagy, ha körbenézel. Ajaj. Olyan fotóművészek és fotóriporterek vannak itt jelen, akik közül gondolom jó néhányat a mesterednek is tartasz. Köszönjük szépen, hogy itt vannak velünk. Egyben szeretném Kocsis András Sándor üzenetét is közvetíteni, ő a Kossuth Kiadó elnök vezérigazgatója, és nagyon szeretett volna itt lenni, de egy másik tárgyalása elhúzódik, így nem tud most velünk lenni. Azt is bizonyára nagyon sokan tudják és tudjátok, hogy Móricz Simon egy díjhalmozó. Nagyon-nagyon régen részt vesz különböző pályázatokon, és a Magyar Sajtófotó Pályázat örök díjhalmozója. Éppen én is végignéztem az elmúlt évek díjait, és 2007-ben kapta meg a legrangosabb díjat, és pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének nagy díját, de attól kezdve is folyamatosan első, második díj, külön díj. Tehát rendesen gyűjtögeti a díjakat, és most a 31. sajtófotó pályázaton a különböző kategória díjakon kívül elnyerte a legjobb hírképért járó Escher Károly díjat és a legjobb kollekcióért járó Munkácsi Márton díjat. Igen, lehet tapsolni egyébként. Mert akkor, amikor idén március 28-án a Magyar Nemzeti Múzeumban átadtuk ezeket a díjakat, ott is komoly tapsot kapott természetesen Móricz Simon. Azt viszont lehet, hogy önök közül kevesen tudják, hogy a Munkácsi Márton díjnak, ami egy nagyon rangos díj és egy gyönyörű plakettel együtt jár, ennek a díj felajánlója évek óta a Kultiris képügynökség, amelynek a galériájában most itt vagyunk. Én akkor most ennyit, és egyben át is adnám a szót, felkérném Gáti György fotóművészt, hogy nyissa meg ezt a kiállítást. Köszönöm szépen. Tisztelt megjelentek, vendéglátók, és leginkább tisztelt alkotó barátom, kollégám Móricz Simon. E kiállítás felkent megnyitójaként úgy vélem, botorság lenne nekilátnom a képekről beszélni, untatni önöket és magamat különféle esztétikai eszmefuttatásokkal, különösképpen olyankor, amikor lehetőség nyílik végre magamról beszélni egy kicsit. Úgy alakult, hogy akkoriban is rendszeresen látogattam a Magyar Hírlap szerkesztőségét, amikor Móricz Simon a gyakorlati hónapját kezdte ott tölteni. Tollas hátúan és pelyhes szakállal szinte egykedően ült a fotószoba egyik asztalánál, fejét nemigen mozdította, azonban a legaburúbb történést is követő szemgolyóinak élénk moccanásai különös figyelemről árulkodtak. Azután már a Népszabadság színeiben őt utalták be egy rólam történő portré készítésére. Ennél fogva valóban szemtől szembe figyelhettem a tevékenységét. Azt, hogy miként próbálja a kép élő és tárgyi alanyainak a viszonyát alakítani, hogy milyen fiatalon, mennyi rutinnal és gondossággal bánik a modelljeivel. És ezt a komoly koncentrációt igénylő tevékenységet miként vonja be egy habkönnyű beszélgetéssel. Simon remekül kommunikál. Sármőr viselkedésével a küszködő parasztembert és a gomterhelt professzort is meglazítja. Gondolati és képi fókuszálása leplezésének félreismerhetetlen jegyei
a jól bevált szókapcsolatok, varázsszavak. Áll az ember gyanútlanul Simon kamerája előtt a Szabadsághídon, majd egyszer csak azt hallja. Egy kis belső kedvességet kérek. Később pedig ezt. Nézz rám rendületlenül kitartó szakszerűséggel. Kész. Ettől bizonyosan összeomlik az otthon a tükör előtt százszor begyakorolt szelem mimika is. Évek múltán a Hortobágyi Nemzetközi Alkotótelepen hozott össze vele a sors. Akkor már nem csupán a figyelme volt feltűnő, hanem a fotográfusi céltudatossága, elhivatottsága. Egy-egy nap végén olyan lelkesedéssel mesélt a pusztában lelt birkanyírásról, vagy a belvárosban meglátott gördeszkásokról, mint hogyha egy-egy váratlan üstökös csípett volna el. Később láthattuk, hogy nem csupán szavakban kaptak jelentőséget ezek az események. Azután a Pécsi József ösztöndíjasok szlovákiai kiállításának kurátoraként figyelhettem meg, hogy képei mennyire sokat mondóak, és hogy milyen sikert aratnak a szakemberek és a közönség soraiban is. Úgy vélem, a dolgok egyik kulcsa az ő személyes adottságai és elhivatottsága mellett, hogy bitang jó iskolákat járt ki. Azok állították irányba, korholták, dicsérték, bárdolták, akik nem csupán fotográfusi és szerkesztői, hanem fotopedagógiai szempontból is a magyar sajtófotográfia legkiválóbbjai. A másik kulcs talán az, hogy Móricz Simon nem csak magánemberileg aktív társas lény, mert úgy az. A kollégáival létrehozott újra szárnyakat kapó fotográfiai alkotóközössége és a szakmai szervezetekben való aktív részvétele is jól mutatja ezt. És talán a legfontosabb szegmens. Simon láthatóan folyton folyvást tanul. Mint Hajdan a Magyar Hírlap fotószobájában most is éles szemmel és aggyal figyeli a fotográfiai világ rezdüléseit. Nem másol, nem hasonul, hanem mint valami jól működő organizmus, remek hatásfokkal pontosan szelektálja mindazon dolgokat, amelyeket munkásságába építeni lát jónak. Hova tovább mindezt úgy teszi, hogy anyagain nem érződik az újat, különlegeset és más csinálni akarásnak a mai kiállító termek falait egyre inkább elborító, nehézszagú erőlködése. Nos, ezeken az alapokon jött létre a Sárvidék című anyag. Ugye ismerik a filmekből a jelenetet, amikor a festő ihletet kap, felpattan a karosszékből, a palettán festéket kever, és a fűtött műteremben már alakul is a vásznon a táj. Még talán egy fénykép is segít a felidézésben. A fotográfus számára azonban szükségeltetik a rögvalóság. Sárvidék esetén a nedves rögvalóság, azaz a sár. Móricz Simon elhatározását, hogy megfotografálja ezt az anyagot, mint egy háromnegyed évnyi masszív szárazság követte. Nem szegte kedvét a balsors. Nem kevés energiát igénylő napilapos rohammunkái közepette érlelte és dédelgette a gondolatot, hogyha majd egyszer leszakad az ég. Bizonyosan ez az érlelődési folyamat is hozzájárult ahhoz, hogy miután megindult az ég, egy ennyire letisztult és sokféleségében is koherens anyag jöhetett létre. Móricz Simon felett érezhetően nem múlt el nyomtalanul szálgáló érzelemgazdag társadalom ábrázolása, Kudelka, Mad Max-es képi tájleírása, vagy akár Kornis Péter falusi iskolásai. Ilyetén módon, műveivel, hasonlóan Zsigmond nevű névrokonához, Simon is belehelyez minket a tájba. Különös módon dolgozik, mint egy kétkártyás mobiltelefon. Munkája során elsődleges a Népszabadság üzemmód. Legyen meg a tuti álló, a fekvő, a zsáner, ha ez megvan, akkor lehet csak átkapcsolni Móricz Simon módba. Ilyenkor merhet csak kockáztatni, várni az utolsókig a még tökéletesebb pillanatra fényre. Nem csupán dupla energiát és tehetséget igénylő feladat ez, higgyék el. Ezért, ha újságíró lennék, Simont boldogan vinném fotografálni magammal, mert tudom, hogy nem csak a művészi elvárásokat, hanem az olvasót is maradéktalanul szolgálni igyekszik. Ha meg galerista lennék, szívesen tenném a falra a képeit, mert mondani valóit gyakran, bravúrosan jó képviséggel tárja a néző elé. Kérem, ne gondolják, hogy ezzel a 15 képpel végső alapot öltött az anyag. Míg mi, földi halandók, igyekszünk napsütéses tájakon tölteni pihenő napjainkat, addig ő a nyírkos februárban és októberben tervezi kivenni szűken mért szabadságának jó részét,
és visszamegy Csanytelekre a Sárvidékre, hogy még teljesebb képet rögzíthessen és mutathasson a témáról. Talán ott lesz a Suttyomban nélküle levágott méretes disznó helyett is egy másik, ahelyett, amelyeket annyira, de annyira tervezett megfotografálni, a Sártenger túró traktor vontatt a kocsi platóján. Az a hír járja, hogy Hajdanán a szép emlékű Práter utcai ipariskolai időkben Móricz Simon szakmunkás tanuló a társas együttlét minél élvezetesebb és gazdaságosabbá tételének biztosítására különös módszer dolgozott ki. Miután egy divatos kerthelyiségben az első kirendelt kör elfogyott, Simon elővette a még laboratóriumban műanyag filmes dobozokba porciózott rövid italkészletét, és a társaság innentől fogva közért áron élvezhette a nívós vendéglátóipari környezetet. Filmes dobozok azonban már nem igen vannak, de nem ez a legfőbb változás. Móricz Simon a hajdani ipari tanulóból már a számos nemzetközi és hazai díjat és elismerést arató veretes fotográfussá vált, aki nem csak immáron eredeti üvegekből töltött márkás borokkal vendégeli meg ma az itt megjelenteket, hanem egy, a témáról és a fotográfusról is egyaránt sokat eláruló, remek kiállítással is, amelyhez mind az alkotónak, mind a rendezőknek gratulálok, és amelyet igazán jó szívvel ajánlok az önök megtisztelő figyelmében.